Az atomerőművek adják a legnagyobb mennyiségű szén-dioxidmentes villamos energiaforrást az Európai Unióban. Ez megközelítőleg egy negyede az áramhasználatnak, mégis energiapolitikai vita folyik az Európai Unióban. Erről dr. Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár számolt be. Vannak szereplők, akik úgy gondolják, hogy hosszú távon meg lehet oldani az alaperőművi áramellátást máshogyan. Ugyanakkor ezek a szereplők nem adnak erre a feladatra igazi érdemi megoldást. Mi azt gondoljuk, hogy alaperőművekre továbbra is szükség van. Hiszen a fogyasztási struktúránk olyan, hogy éjjel-nappal, rossz és jó időben is szüksége van az embereknek villamos energiára, mely által az erőművek a legfontosabb szereplők az energiaellátásban. Az államtitkár hangsúlyozta, ennek a vitának az eredményét látni fogjuk a következő hónapokban. Ausztria megtámadta az Európai Bizottság döntését a Paks 2 projekt állami támogatásával kapcsolatban. Ez a támadás a PER formájában érdemi szakaszba fog lépni. Hiszen most van lehetőségük a tagországoknak és a harmadik feleknek, hogy jelezzék beavatkozási szándékukat az Ausztria és az Európai Bizottság között zajló PER-ben. Magyarország kormánya úgy döntött, hogy beavatkozik ebbe a PER-be természetesen az Európai Bizottság oldalán, de arra számítunk, hogy más országok is be fognak avatkozni ebbe a perbe, és természetesen annak érdekében fogunk mi is érvelni, hogy az Európai Bizottság a hosszú vizsgálata után megalapozott döntést hozott összhangban az európai joggal. Illetve arra biztatják az Európai Bíróságot, hogy hagyja helyben a bizottság döntését. Dr. Aszódi Attila elmondta, ez egy nagyon fontos lépéssorozat, mely akár 2 évig is eltarthat. Az eljárásnak azonban nincs halasztó hatája a projektre, így a munka továbbra is folyhat.